ami az egész világ sorsát eldönti. Magyar nemzet jelen pillanatban, ilyen időket megélt pillanatokban azt kell mondani, hogy a helyén van. Minden híreszteléssel szemben a kárpát-medencei magyarság, magyarságot hittel, becsülettel, reménnyel az egész emberiség érdekében, Szűz Mária szolgálatában ma is szolgálja, ma is járja azt az utat. Olyan alkalom akkor, amikor tettel lehet érni a hitet, a reményt, a szeretetet, olyan pillanatokban, amikor senki nem gondolná azt, hogyha csak azt nézi, amit a tévében látni lehet, ha csak azt hallja, amit a híradásokból hallani lehet, hogy igenis van a világban jó, van a világban remény, van a világban szeretet. És hogyha történetesen tényleg vannak veszedelmes időszakok, mert miért ne lennének? Az emberi élethez hozzátartozik az is, hogy nem mindig mennek, alakulnak úgy a dolgok, ahogy pillanatnyilag szeretnénk. Ez egy nemzet életében is így van. Jézus Krisztus az utolsó időkről azt mondja, hogy lesznek majd jelek a napban, a holdban, a csillagokban, és még előtte és utána elmondja azt is, hogy vigyázzatok, mert lesz egy olyan időszak, amikor majd híreket fogtok hallani. Híreket. Híreket háborúkról, híreket természeti katasztrófákról, híreket éhezésről, híreket mindenféle bajról. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Magyarország királyné asszonya, Magyarország gyermekeinek örökös égi édesanyja, és minden ember édesanyja, de a magyarság édesanyja is, Szűz Mária. A jelen pillanatban és a földi élet forgatagához hozzátartoznak a határok, hozzátartoznak a falak, hozzátartoznak a kerítések. Szűz Mária felé viszont nincsenek határok, nincsenek falak, nincsenek kerítések, az ég felé való tekintő lélek számára a végtelen szabadsága ma is megadatott. Szent István király Magyarországot Szűz Máriának ajánlotta föl. Szent István Magyarországot, a magyar szent koronát, a magyar népet, a magyar sorsot, a múltat, a jelent, a jövendőt Szűz Máriának ajánlotta föl. A középkornak abban az időszakában egyetlen egy ország mondhatta el magáról azt, hogy jogi értelemben is az ő országának, hiszen minden ország királynője Szűz Mária, csak milyen érdekes helyzet, 1000 évvel ezelőtt Európa kellős közepén, hogy végeredményben akkor még a tőlünk nyugatra, délre, keletre, északra lévő keresztény országok olyan módon Szűz Mária felé nem törekedtek, nem közelítettek, ahogy a magyarság. Kevesen tudják, de nem árt tudni, hogy Franciaország például királya révén, 14. Lajos francia király révén, gyakorlatilag Zrínyi Miklós és II. Rákóczi Ferenc idején ajánlotta fel Szűzanyának, Szűz Máriának Franciaországot. Tehát, hogy érthető legyen, nem kell sehova felzárkóznunk, nem mindig kell külföldi mintákat követni, mert Szűz Mária külföldön is meg tud jelenni, megjelenik mindenhol, de megjelent itt is. És annál csodálatosabb dolog nincs, hogy nem egy városi forgatag kellős közepén, pedig ott is mindig jelen van, hanem egy apró jelzés a falvaknak, a kisebb közösségeknek. Hogyha elindultok befelé az erdő irányába, hogyha hagyjátok ezt a csodálatos tájat a lelketekre hatni, akkor egyszer csak megjelenik az a csönd, ahol az ő anyai hangja megszólal. Nem vagytok árvák magyarok,
örök idők végezetéig én és a fiam, hát ezt ő mondja, veletek vagyok. Tehát Magyarország királynője Szűz Mária. Nem vagyunk árvák, ő ma is velünk van. És most is itt van. Köszönöm szépen. Tisztelt ünneplő közönség, kedves hotel! Nagyon szép számmal összegyűltünk ma itt. Ennek a kápolnának a megújulása, összefogás eredménye. Azt hiszem, hogy az előttem mondó és elmondott egy-két nagyon fontos dolgot. Nem kell felzárkózzunk sehova, hiszen az összefogásunkban rejlik jövőnk és a múltunk is. Akkor tudtunk átlépni dolgokon, amikor büszkén vállalva egymás segítve tudtunk dolgokon túljutni a nehézségeken és azokon a környezetünk által ránk mért csapásokon, amik ma Magyarországot újra abban a magasságban emelik, ahol egykoron volt. Szűz Mária jelen kápolnája, és remélem, hogy mindenkit feltöltődéssel szolgál, illetve mindenki ezen a helyszínen meg tud újulni, át tudja érezni azt, ami mindenkinek a lelki békét tudja adni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.